Na császtok, ezt a sminket fogjuk most elkészíteni, pontosabban én fogom elkészíteni, ti csak nézitek. És ugyebár ez egy ilyen cut crease-szerűség, nem tudom, hogy kell azt kimondani, bocs. Zsirek, már megcsináltam korábban az alapozást, a szemöldökeimet, illetve az egyik szememet, tehát most csak ezt a szememet fogom megcsinálni. Képzeljétek el, vettem egy izét, most jutott eszembe, egy tükröt. Ugye eddig mindig szenvedtem, és a palettákkal, palettákban néztem magam, vagy a kis béna tükrünkben, de most vettem egy ekkora tükröt, ami nagyítós, meg sima, és ugye én eddig mindenhol ilyen 3000 környékén láttam ilyen tükröket, ezért is fájt a szívem venni egyet, de hát elmentem egy fodrászkellékesbe, tök random, nem is azért mentem be, csak úgy bementem, mert egyik barátnőm be akart menni, mindegy, nem ez a lényeg. És akkor ott volt egy tükör. Igaz, hogy nem egy jó fajta, és hát eléggé gagyi, de csak 690 forint volt, mondom, annyiért elhozom, és célnak megfelel, tehát tökéletesen látom magam benne, tök nagy az egész fejem, mindenem, idáig benne vagyok konkrétan, tényleg annyi a látószög ebben a tükörben, vagy mit, nem tudom, hogy mondják ezt. De mindegy, tényleg nem húzom tovább a szót, hanem el is kezdem a sminket még hozzá ezzel a BH Cosmetics-es, ami nem tudom miért rendszeres, olyan, mintha össze lenne fogdósra, pedig nem. Szóval egy BH Cosmetics-es 99 színből álló, majdnem 100%-ot mondtam, palettával, ami így néz ki belülről. Egyébként a Pink Pandáról rendeltem akciósan. Hát mindig rámegyek az akciókra, amúgy nem mindig. És ezt a három színt fogjuk használni. Ah, jó, benne van. Szóval először ezzel a világos lilával fogom kezdeni, majd rámegyek ezzel a sötétebb lilával, végezetül ezzel a sötét lilával fogom zárni, de nagyon kis pajkos vagyok, ezért fogok belevinni egy ilyen kis pinkes színt is, mert miért ne. És akkor el is kezdem. Igazából most ilyen szemhéj primert, vagy ilyen szemhéjpúder alapozó bigyót nem használok, mert a legjobb barátnőmnek kölcsön adtam, amikor a szalagavatója volt, és még mindig nála van. Tehát az most kimarad ebből a lépésből, de egyébként azzal szoktam kezdeni minden szemsminkemet, hogyha én nagyon tartós akarom. Látjátok azt az eret? Fúj! Nem, mostantól ti azt fogjátok bámulni. Szívesen. What the fuck? Szóval igazából ezt a világos lilát satíratom, blendingelem, ameddig jó nem lesz. És rájöttem, hogy miért nem kéne este 7:45-kor, mi 9-kor sminkvideót csinálnom, azért mert hülyeséget beszélek, és este mindig hülyeséget beszélek, de egyébként a legtöbb videómat este vettem fel, tehát láthatjátok, hogy igazat beszélek. Na szóval, és akkor ezt még szépen építgetjük, mert még elég halvány. De ennyi lesz igazából. Három lilát fogunk felvinni, és ezt szépen most satírozgatjuk folyamatosan. Próbáljuk majd szépen összemosni az egészet, amennyire tudom. És ja, és megpróbálok kicsit nem dumálni, hanem koncentrálni, mert a fények is mások teljesen, meg így más totál, hogy videózom, mint amikor csak így itthon sminkelgetek magamba. De akkor most a világos után kicsit beleviszem a sötétebbet. Amúgy az a baj, hogy a cut crease-hez szép szemek kellenek, nekem pedig láthatjátok, hogy itt ezen a szememen nagyon rálóg a bőr. Ilyen kis olyan, mint egy, nem tudom, 75 éves bácsinak a heréje, de családbarát tartalom. Szóval a lényeg az, hogy tényleg láthatjátok, hogyha normális pozícióban van a szemem, akkor ide képződik egy ilyen kis bőrcsumpó, és így ráfolyik a szememre. De egyébként ezen is, de ezen még jobban. Szóval van egy ilyen extra réteg csopfadás a szememen, és emiatt nehéz az ilyen sminkeket elkészíteni, mert tök mindegy, hogy milyen a végeredmény, utána úgyis kitakarja a szemem, hogy öregkoromra nem fog látni. Ó, ne, szemöldök. Szóval öregkoromra nem fog látni, mert így fogok kinézni. Quasimodo. Na mindegy. Szóval nézzétek el, nem én vagyok annyira béna, hanem a szemem nyomorék, tehát azért lesz olyan a végeredmény, amilyen, mert nem tudom annyira szépen megcsinálni. Abból adódóan, hogy nincs egy ilyen szép szemhéjam, hanem ugye
itt ez a rész így totál lefedi. Igazából csak mentséget keresek arra az esetre, hogyha elrontanám rohadtul, de nem amúgy tényleg csúnya a szemem. Nos, úgy érzem, hogy már kezd hasonlítani ez a kettőt, tehát a sötétebbet veszem most elő. A szem alakul, nem sokára meg is vagyunk ezzel a részével, és még csak 9 perce beszélek feleslegesen. És akkor most szerintem bele is viszem ezt a pinkest, amit az elején mutattam. Ezt. Most egyébként a világos lilát viszem újból fel, és szerintem végigmegyek újra ezen a folyamaton, hogy világos sötét. Sötétebb, mármint világos, sötétebb és sötét, és akkor meg is vagyunk. Jó, azt hiszem az első lépéssel meg vagyunk, és most jöhet a cut crease, nem tudom tényleg, hogy kell kimondani, szóval kövezzetek meg, elkészítése, amit a catrice-es alapozómmal fogok csinálni. Most kicsit messze viszlek titeket, fúj, de sárga vagyok. Felrázom az alapozót. Cuppantok belőle egy keveset, és igazából csak ide a kezemre fogok tenni belőle. Ó, elég is, nem is kellett megnyomnom hozzá, elég volt, amit így felvett a kis cuppandáré, nem tudom mi a neve, most így írtam. Na mindegy. Egy már erre felhasznált ecsettel ebből felveszek egy picikét, és most ismét közelebb hozlak titeket, hogy jobban lássátok. Vettem fel ugye egy kis alapozót, és hát most nem tudom, mennyit fogtok látni, mert bele fog hajolni. De ugye most a bénábbik szememet sminkeljük, tehát jól össze fogja fogni a felső rész, de hát most sajnos ezzel nem tudok mit csinálni. És igazából csak felviszem az alapozót, és egyébként ezt a normális emberek folyékony korrektorra szokták megcsinálni, de hát nekem nincs olyan fancy dolgom, tehát maradunk a szimpla alapozónál. És most ezt az, hát igazából még ott is meg kéne majd csinálni, de mindegy. Ezt a kis alapozót most is szépen kivisszük oldalra. Mintha egy túlsomat akarnánk belőle képezni. De ezzel a részével igazából el fogjuk tüntetni azt a szemhéjpúder részt, ami nekünk nem kell. Így fog kialakulni a cut crease. Esküszöm már zavar, hogy nem tudom kimondani. Mindjárt ránézek Google-on, hogy hogy kell. Hí, elbasztam! Amanóba, várjátok, ezt korrigálnom kell. Hát ezt már nem fogjuk korrigálni, sajnálom testvéreim, ez már így marad. Pont a csúnyábbik szemet kell megcsinálnom videóban, ez tök egyértelmű. És most láthatjátok, hogy itt van egy ilyen eltérő rész a bőröntől, tehát most még több alapozót fogunk felvinni. És most szépen megpróbálom beledolgozni itt a bőrönbe a dolgokat. Látjátok, hogy itt összefogta? Mondjuk itt is picit, de itt jobban. Tehát mindegy, ezzel igazából én nem tudok mit csinálni, szóval megpróbálom elengedni. Szemhéj púder részével elkészültünk már, ami itt a felső részt illeti, alul majd még lesz folytatása, de hát talán nagyjából egyforma lett a két cut crease nevű rész. Következő lépésként a Lime Crime Venus 1-es palettájából fogjuk ezt a színt felvinni, ami egyébként egy ilyen sárgás, aranyos, csillogó szín, de ez a szememben rohadtul fehérnek tűnik, de mindegy. De előtte megvárom, hogy megszáradjon az alapozó. Tehát felveszem ezt a színt, és akkor most szépen felviszem a mozgó szemhéjomra. Ki is kell vinni ezt a szint oldalra is. Hogyha nem ilyen lenne, akkor jobban látszódna nyilván. De hát ilyen világos szín. Tehát annyira nem feltűnő. De hát ugye a cut crease-t rákeresek Google-on, hogy kell kimondani. Én ezt nem bírom. Cut crease. Szóval a cut crease résszel már majdnem meg vagyunk. De sőt, meg is vagyunk igazából. Csak még egy kicsit viszek fel ebből a színből. És a cut crease rész tényleg készen van.
Szóval most jöhet a tusvonal, ami hát egy érdekes művelet lesz, mert most megpróbálom itt bent megcsinálni, és nem külön a fürdőszobába, de higgyétek el, hogy most egy jó darabig szenvedni fogok ezzel. Kívülről szoktam amúgy kezdeni, de mostanában inkább belülről szoktam, mert ugye, mint ahogy mondtam, eléggé ráncos a szemem. Muszáj először belülről levinnem a tusvonalat, hogy itt ki tudjam kerülni a ráncokat. Ja, egyébként a szokásos kis eszenszes liquid inkkel csinálom a tusomat, ezzel szoktam mindig már. Amióta tust használok, én azóta ezt használom, tehát nekem ez tökéletes, nem is drága, tehát én ezzel totál el vagyok. Tök úgy néz ki, mintha ilyen hülyén csináltam volna meg a tusomat, pedig amúgy nem. Mármint tükörben így tök jól néz ki, de itt olyan, mintha ilyen lenne. De esküszöm, hogy nem, csak valamiért a videóban, meg a cut crease miatt úgy néz ki. Meg ugye a hülye a szemem, tehát így van egy ilyen ilyen szög benne, vagy egy ilyen oldal. Jó, mindegy. El sem hiszem, végre egy videóban sikerül tusvonalat csinálnom, és nem tudom, hogy másoknak hogy sikerül felrakni 2 másodperc alatt. Ilyen, nem tudom, csak így felrakják, és már ott is van, és elment a fókusz. És így ez hogy? Én meg mindig órákat szenvedek vele, és még azután is hülyén néz ki, meg hülyén áll. Más meg így pikpak. Amúgy elfelejtettem szempillaspirálozni, de ne törődjetek fel, majd mindjárt megoldjuk. Pánikra semmi ok. Hát ennél jobban úgyse fogom tudni felrakni, nem is érdekel, már úgyis mindjárt leszedem. Egyébként azért utálom még a műszempillát, mert a műszempilla ragasztó mindig rajta marad a szememen, meg a szempilláimon, és nagyon nehéz tőle megszabadulni, legalábbis nekem soha nem sikerül. De akkor most az új Yves Rocher-es szempillaspirálommal megcsinálom a szempilláimat, most egy utólag, hát nem fog belőlük semmi látszani, meg csak összegyúvázom a műszempillát, de se baj. Ennek úgyis mindegy. De éppen csak egy picit viszek fel, hogy alatta a szempilláim ne üssenek el annyira. Ja, ez aztán meg volt csinálva, csak ez nem. Szemem alá felviszek a sötét lilából, hogy ilyen legyen. Értitek? Ja, hogy nem közelítettem rá, mindegy. Nem vesztettetek sokat, higgyétek el. Pirosítót meg kontúrt nem szoktam annyira használni, de akkor most szerintem nem is hoztam ide a pirosítót, de jó. Akkor pirosítót nem fog használni, és szerintem kontúrt sem, mert úgyis elrontanám, tehát maradjunk csak a highlighternél, amit azt sem hoztam ide, vagy mi van? Úristen! Kim téged se hazaszedni, azt szeretünk. Szóval a highlighter most az a Makeup Revolution-ös téma lesz, aminek nekem valamiért egy ilyen unikornis finise van. Tudjátok, ilyen hologramos, unikornisos, nem tudom, nekem mindig az jut róla eszembe. De most jobban belegondolok, inkább hologramos, de azért unikornisos is, na mindegy. És ezt úgy fogom most felvinni, hogy cuppantós, mint az alapozóm, és hát highlighter sem tudok annyira fölvinni, főleg ezt, mert ezt még csak egyszer próbáltam. De akkor cseppenteni fogok párat, és minél jobban, hoppá, minél jobban csillogunk, annál jobb. Jó, egyelőre, hoppá, egyelőre ennyi. És eddig nem próbáltam meg szivacssal, de most azzal fogom, hát ha jobban el tudom dolgozni. Mert szimplán csak az ujjaimmal nem nagyon sikerült. Mi látjátok, amit én? Halleluja! 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 Ezt nevezem én. Kicsit olyan lett a hajam is, mindegy. Rendesen el lehet vele bíbelődni, mert annyira nem szeretne eldolgozódni. Szóval rendesen kell ezt nyomkorászni. Hú! Eddig nem sikerült így megcsinálnom, de azért most elég pacek, be kell vallani.
És utolsó lépésként az ajkak maradtak hátra. Először arra gondoltam, hogy egy ilyen jó lilát fogok rárakni, de ott már túl sok lenne. Tehát most kipróbálom ezt a NYX-es lingerie témát, hogy ehhez milyen lesz. Lehet nem fog annyira illeni hozzá, ha nem illik hozzá, maradunk egy szimpla szájfénynél lehet. A szem is elkészült, hát igazából nem tudom mennyire illik hozzá ez a szín, mármint a sminkemhez. Lehet, hogy sem ennyire, de ez van. És igazából azt hiszem, hogy minden elkészültünk, tehát fent van a highlighter, ahol mondjuk az orromra nem tettem. Jó, azt hiszem tényleg most már elkészültünk. Hát ilyen lett a végeredmény, nem tudom nektek hogy tetszik, illetve hogy a rúzs mennyire passzol ehhez az egész külsőhöz, de ehhez tényleg valami nudosabb színt képzeltem el, vagy esetleg egy szájfényt, mert a szem smink így is eléggé látványos, illetve a highlighter is lilás, tehát így tényleg minden ilyen lilás, és akkor gondoltam, hogy akkor a szem legyen egy kicsit nude, vagy szimplán fényes, de igazából ennyi, pont lemaradt a vége, tehát betelt a kamera. De szóval csak annyit szerettem volna mondani, hogy ha tetszett, akkor tényleg csak bossatok egy lájkot, meg milyen ilyesmi, és ha szeretnétek tőlem még ilyen smink videókat, akkor írjátok meg kommentben, és ha még nem vagytok, iratkozzatok fel, és ja, majd januárban remélhetőleg találkozunk valamikor. Addig is sziasztok! It's alright, 'cause everybody knows it.